Az első kérdésem az lenne, hogy miért jó, hogy van könyvfél? Hát nem fogok tudni semmi okosat mondani, ez a baj, már előre ezen feszengek. Hát azért jó, hogy van könyvfél, mert csak ilyen nagyon közhelyes butaságot tudok erre mondani. Nyilván azért jó, mert nagyon jó és sokszínű a magyar kortárs irodalom elsősorban, meg egyáltalán nagyon sok, nagyon jó könyv megjelenik, és hát az emberek meg ugye egyre kevésbé olvasnak, és hát jó, hogyha erre néha egy kicsit oda összpontosul a figyelem, és azért ide ennek van hagyománya, ide tényleg ki szoktak jönni az emberek, így körbenéznek. Az író embernek, költő embernek jó az, hogy dedikálhat, akkor találkozik egy-egy olvasóval, akik rámosolyognak, esetleg azt mondják, hogy szeretik a műveit, tehát hogy ez egy jó pozitív visszajelzés is. Most nyilván kivétel, amikor nagyon esik az eső, vagy nagyon süt a nap, és akkor amiatt nem jön senki, meg az ember csak áll és megázik szomorúan, vagy ül és megázik szomorúan, de azért összességében ez egy nagyon jó esemény, és ez jó, hogy erre így lehet számítani évről évre, hogy ez van. Ki a kedvenc magyar írója? Hát ha a költők is benne vannak, akkor és egyet szabad csak mondani, akkor, és gondolom élőt, vagy nem tudom. Nincs azt... megkötés, és nem muszáj egyet megkötés. Mondani, csak van, akinek több kedvenc írója van. Hát nyilván szerintem gondolom, hogy mindenkinek több van, vagy ilyenek, és nagyon nehezen mászok egyet. De ha egyet kell mondani, akkor mondjuk Parti Nagy Lajos mondanám nekem, ő nagyon nagy kedvencem. És hogyha meg lehet mást, meg lehet mondani egy másikat, akkor még Lázár Ervint mondanám. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mit olvasott utoljára? Petőfi Sándor válogatott verseit. Rendben. Köszönöm szépen a beszélgetést.